Nagy siker volt a szoboszlói strandon a szezon záró ünnepi fürdőbál. Ez nem is csoda, hiszen az X-faktor legutóbbi felfedezettjei szórakoztatták a közönséget. Nem lehetett panasz az X-faktor legutóbbi szériájának legjobbjaira, hisz teljes erőbedobással érkeztek a fürdővárosba annak érdekében, hogy szórakoztassák a közönséget. Engem mindig a pörgés tölt fel igazából, amikor mehetek, amikor megyek szórakozni, vagy megyek koncertezni, énekelni. Az tölt fel, meg az ad erőt, hogy úgy megint, hogy másnap is fölkeljek, és csináljam. Látom, hogy teljesen ragyogsz és pörögsz, mint béka a turmixban. A magánéleteddel mi a helyzet? Biztos, hogy sokan kérdezik, jut-e időd magánéletet élni? Hogy ne jutna, persze jut, és azt kell mondjam, hogy vannak udvarolóim, és velük is tudok, vagy ne velük, hát szóval így, hogy van, aki udvarol, és... Csak nem zavarba hoztál a kedves Vera! De egy kicsit, szóval... Na nem, bocsánat, szóval... Igen, teljesen tökéletesen rendben van a magánéletem, és boldog vagyok. Már akkor meg sem merem azt kérdezni, hogy van-e a férfi embertársaimnak esélyük nálad? Egyelőre van, de nem sokáig, hogyha folytatódik az a folyamat, ami most épp folytatódik. Tehát akkor telefonszám, e-mail címet megadsz? Talán! Tele vagy energiával. Áruld már a titkod, mit iszol, hány kávé? 10-15 kávét iszol naponta? Nem szoktam kávét inni. Hát ez úgy mondva lelkesedés. Lelkesedés, hogy mindig, most ugyebár Hajdúszoboszlón most vagyok először fellépni, és hát így tökre izgatott vagyok, és kíváncsi vagyok, hogy milyen a közönségnek a reagálása, amikor mondjuk felmegyek a színpadra, előadok mondjuk 3-4 számot, és azután milyen, hogy akarnak-e még többet, vagy azt mondják, hogy jó volt, de most már várunk be. Nem, de szóval így tényleg az inkább a lelkesedés, meg hát jó pár energiát adnak. Inkább lelkesedés. Az X-faktor óta nekem beindult a színházi karrier is, ha lehet így mondani. Az én József Attila című musicalben játszom főszerepet a Madách Színházban, és hát ez egy óriási nagy dolog. Nekem így teljes az életem, hogy énekelhetek is, és játszhatok is. Nagyon sok mindent csináltunk. Hát ugye volt az X-faktor utáni időszakban az, hogy hát valami maradandót kéne alkotni, és hát bejelentem most, nem tudom mikor megy ez le adásban, de augusztus 27-én jelenik meg életem első önálló album, ami az Enciklopédia nevet kapta, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert egy csupa olyan dalról szól, ami tényleg én vagyok, és hát nem véletlenül kapta a nevét az album. Az énekeseknek ugye hát a hangjuk a legfontosabb, a legértékesebb kincsük, de hogyan vigyázol rá? Van-e valami kulisszatitkod, hogy mindig jól működjön úgy, ahogy annak kell? Hát én nem nagyon. Miért nem? Az az igazság, hogy
Én személyesen nem érzem úgy, hogy mit tudom, én a hangom miatt lennék kiemelkedő, ha egyáltalán kiemelkedő vagyok. Én csak szeretem előadni a dalokat, és olyankor inkább az számít nekem, hogy az érzelmek, amik bennem vannak, azok tudjanak áttörni. Ez fontosabb nekem. Kocsis Tibor az X-Faktor 2011 győztese is bizonyított Hajdúszoboszlón. Stábunk arról faggatta Tibót, hogy mennyire enged neki szabad kezet a csatorna, ahonnan indult. Nem érzem magam bármilyen szinten is korlátok között. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag szabad kezet kaptam nagyon sok területen, ami vonatkozik a lemezkészítésre, a stílusra, a fellépésekre is. Én azt gondolom, hogy onnantól fogva, hogy kikerültünk a anyacsatorna bűvköréből, igazából tulajdonképpen a saját magunk urai vagyunk részben, az ő felügyelőtük alatt nyilvánvalóan, de ez egy pozitív értelemben vett felügyelet, tehát gyakorlatilag inkább azt mondom, hogy a gondoskodó szárnyai még mindig ott vannak a csatornának, és mi azért meg tudjuk valósítani a saját elképzeléseinket. Nyilván ehhez az is kellett, hogy alapvetően ez a vonal, vagy ez az irány, amit én elképzeltem, ez azért nagyjából egyezik azzal, amit nekem is elképzeltek mások. Megkérhetnélek rá, hogy a cappella énekelj valamit így a hajdúszoboszlói tévénézőknek? Abszolút természetesen. Legalább bebizonyítjuk, hogy nem playback. A műsor se az volt, meg semmi se az volt. Legyen akkor a Lásd a csodát, mégiscsak csinszerűen az aktuális slágerem. Úgyhogy Lásd a csodát, éld velem át, nézd milyen gyönyörű, olyan gyönyörű. A fürdő számára éneklem a Volda születésnapot, ha már 85. születésnap, jól tudom. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, fürdő, happy birthday to you. Most vagyok itt először, és sajnos éjszaka érkeztünk, és csak sötétben, de láttam itt a környéken a nagyon-nagyon gyönyörű építményeket és épületeket, és szeretnék napközben, fényes nappal is visszajönni, hogy lássam, hogy milyen gyönyörű ez. That I'm so sick of the song, so sad of tears. So don't bid me share, you were still here. That I'm so sick of the song, so sad and slow. So why couldn't I turn off the radio? Why couldn't I turn off the radio? Célba értem vágyaim útján, hitem győzött sorsom mellém át. Hát a többit meghallgassátok meg. Rég nem mondtam már, roppantsátok, csobbanjatok jó nagyot, úgyis itt lehet. Itt tudom én. Hatalmas bulit csináltak itt az X-Faktor sztárjai. Most kaptam az információt, hogy a Zip Fesztiválon is rengetegen vannak. Haló, haló! Haló, haló, itt vagyok, igen, itt a Zip Fesztiválon is fergeteges a hangulat, és lássunk egy kis ízelítőt belőle, hogy mi az, amit láthatnak majd a nézők jövő héten, úgyhogy lássuk is!